Alig akad diákmunka. Fiatalok 10 000-re igényelték a diákhitel pluszt, hogy pénzhez jussanak a válság idején. Növekvő támogatások, emelkedik a gyermekgondozási díj, a diplomás GED, a gyermekek otthongondozási díja és a nyelvvizsgához való hozzájárulás. 1124 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 368 ezer fölé nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 54, többségében idős, krónikus beteg. Ez a Kölcsei Televízió híradója, üdvözlöm Önöket! Eddig közel 238 ezer személy kapott oltást, közülük több mint 61 ezeren már a második oltást is megkapták. Az egészségügyi dolgozó kampányszerű oltása lezárult, az elmúlt napokban az idős otthonokra, bentlakásos szociális intézményekre összpontosulnak az oltások. Február első hetében a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek, őket a házi orvos fogja keresni ezekben a napokban. Bár jóval kedvezőbb a helyzet, mint a járvány első hullámában, még mindig kevés a munkalehetőség a diákok számára. Ennek következtében sokkal több fiatal vett fel diákhitelt 2020-ban, mint a korábbi években. Mivel a felsőoktatásban tanuló körében továbbra is a vendéglátás számít a legkedveltebb szektornak, a munkaerőpiac várhatóan csak a korlátozások feloldásával állhat helyre. Üdvözlöm Önöket Corvis szalonunkban, ebben a teremben tabletek segítségével figyelhetnek meg 19. századi bútorokat. A koronavírus járvány miatt a diákok is nehéz helyzetbe kerültek tavaly. A tavaszi első hullám során rengeteg vállalkozás állt le részben vagy egészben, miután a legtöbb munkaadónál az állandó, úgynevezett belső munkaerő megtartását célozták meg, azokon a helyeken is megváltak a diákmunkásoktól, ahol alkalmazásuk évek óta bevett gyakorlat volt. Tavasszal átlagosan 3/4 évvel csökkentek a munkalehetőségek a piacon, a visszarendeződés pedig csak július és november között volt tapasztalható. Ahol a leginkább visszaesés volt ugye az első hullámnál, az a feldolgozóipar, kereskedelem, illetve a különféle mozik, gyorséttermek, vendéglátás, turizmus. Ez a második hullámra annyiban változott, hogy a feldolgozóipar, illetve a kereskedelem az gyakorlatilag visszatért, tehát nagyságrendileg azt tudjuk mondani, hogy hasonló vagy maximum kicsit alacsonyabb számokkal megy, mint a korábbi években, ami viszont továbbra is áll, ugye a lezárások, illetve a teljes lezárás, bezárás, kényszerű bezárás következtében az turizmus, vendéglátás, gyorséttermek, mozik, ugye ezek azok az ágazatok, ami egyébként elég sok diákot felszív békeidőben. Mivel kevesebb a munkalehetőség, pénzre azonban továbbra is szükségük van a tanulóknak, több mint 30 ezeren igényelték a tavaly májusban bevezetett diákhitel pluszt. Ennek hatására 2020-ban közel meg 4-szereződött a hitelt igénylő diákok száma az egy évvel korábbihoz képest. A munkaerőpiaci átrendeződés egyébként a kínálatban és a vállalt munkaórák számában is megmutatkozott. Jelenleg nagyjából az irodai, illetve az ilyen szakmai felkészülést igénylő munkáknak a nagy része vagy teljes egészében, vagy legalább részben, nagyobb részben végezhető otthonról. Úgyhogy ilyen szempontból vannak ilyen lehetőségek, viszont azt is látni kell, hogy a cégeknél, ahol ilyen pozícióban dolgoznak diákok, ott szintén amúgy a digitális oktatás, illetve ebből fakadó több szabadidő hatására többet is tudnak dolgozni a diákok, tehát úgymond jelenleg kevesebb létszám fedi le ugyanazt a munkaóra mennyiséget, ami sajnos szintén abba az irányba mutat, hogy úgymond még több olyan diák van, aki nem talál magának elegendő munkát, hiszen ha eddig mondjuk havi 100 órás teljesítés 2 diák fedett le, most könnyen lehet, hogy azt egy is lefedi, mert úgy tudja igazítani az otthoni tanulásához. A szövetség főtitkára hozzátette, az elmúlt 5 évben a minimálbér emelkedésével párhuzamosan a diák munkában is folyamatosan emelkedtek a fizetések, ez azonban most nem következett be. Ennek egyik másik oka, hogy a korábban tapasztalt munkaerőhiány is csökkent az országban. Ami a bérek területi eloszlását illeti, korábban a nyugati ország részben az átlagos órabér mintegy 500 forinttal volt magasabb, mint például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mára azonban ez a különbség körülbelül a felére apadt. A minimálbér február 1-től esedékes 4%-os emelkedésének köszönhetően nő a gyermekgondozási díj, a diplomás GED, a gyermekek otthongondozási díja és az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami támogatás összege is. Ezt a 4 támogatási formát ugyanis a minimálbér mindenkori összege határozza meg.
A munkavállalókat képviselő szakszervezetek hosszas tárgyalás sorozat után egy hónapos csúszással megállapodtak a minimálbér és a garantált bérminimum évelei emeléséről. Február 1-től ennek következtében növekedni fognak a minimálbérhez kötött állami támogatási összegek is. A gyednek a maximális összege 2021-ben 234.360 forint. Ugye a gyedet úgy érdemes számolni, hogy alapvetően a szülő korábbi jövedelmének a 70%-a, viszont a maximális összeg a minimálbérhez igazodik, ami a minimálbér kétszeresének a 70%-át jelenti, és ugye ez az összeg lesz februártól havi bruttó 234.360 forint. Emellett a diplomás gyednek az összege fog változni. Alapképzésben résztvevő hallgatóknál lesz 117.180 forint, azoknak pedig, akik mesterképzésben tanulnak, 153.300 forintra fog emelkedni, visszamenőlegesen 2021. január 1-től az igénybe vehető támogatás. A tartósan beteg gyermeküket otthonápolók számára vezették be 2019-ben a gyodot, amely a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A gyod összege 2021-ben a minimálbér 88%-ára, vagyis 147.312 forintra emelkedik. A családtámogatásoknak az emelkedése, vagy az összegek emelkedése közvetlenül nem befolyásolja a hiteligénylést, mivel a hitelintézeteknél általában ezeket a típusú jövedelmeket másodlagos jövedelemként szokták beszámítani, ami azt jelenti, hogy akkor tudják figyelembe venni, hogy emellé az igénylő még tud igazolni egy elsődleges jövedelmet, ami lehet munkabér vagy vállalkozói jövedelem, vagy akár nyugdíj, és ezekkel az úgynevezett kiegészítő jövedelmekkel tudják esetleg az igazolt jövedelmet növelni. Ebből a szempontból előnyt jelenthet, de önmagában akkor előny nem származik a támogatási összegeknek az emelkedéséből hiteligénylésnél. Növekszik az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami támogatás összege is. 2021-ben 41.850 forintot igényelhetnek majd vissza azok a 35 év alatt fiatalok, akik sikeresen letették az első középfokú vagy felsőfokú komplex nyelvvizsgájukat. A február 1-ét követő megemelt állami támogatások összegére kérelem nélkül automatikusan jogosultá válnak az érintettek. Adatokban vagy jogosultságban bekövetkezett változások esetén azonban az államkincstárhoz kell fordulni. Február 1-től, azaz hétfőtől már csak a 2021-es autópályamatricákkal lehet a díjköteles útszakaszokra hajtani. A járművek a fizetős utakon bárhol megállítás nélkül is ellenőrizhetők. Visszamenőleges jogosultságot az éves matricák nem biztosítanak, a vásárlóknak a díjköteles szakaszra hajtástól számítva 60 percük van arra, hogy megváltsák a jogosultságukat. Olvasható a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT honlapján. Ha ezt nem teszik meg, díjat kell fizetniük, vagy helyette 75 napon belül éves országos matricát is lehet vásárolni. A pódíj maximalizálás a korábbi háromhoz képest idén már két eset után is elérhető. Még 2018-ban egy magyar ember átlag havi 3500 forintot költött gyógyszerekre és egészség megőrzésre, addig egy 2020-as kutatás szerint ez az összeg az elmúlt két évben több mint négyszeresére, akár 15.000 forintra is emelkedhetett. Ezzel párhuzamosan nőtt az észak-alföldi régióban a zöldség és gyümölcsfogyasztás is. A legutóbbi összesítés szerint háztartásonként a kettőből együtt átlagosan több mint 57 kg-ot fogyasztunk éves szinten. A hazánkban közel egy éve tartó járványhelyzet rávilágított arra, milyen fontos az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése. Ezzel is magyarázható, hogy 2020-ban jelentősen megnőtt a gyógyszerfogyasztás. A KSH adatbázisából látszik, míg 2004-ben évente 15.900 forintot költöttünk átlagosan gyógyszerekre, 2018-ban ez több mint a duplájára nőtt, közel 40.000 forintot mutat a statisztika. 2020-ban pedig tovább folytatódott az emelkedés. Három dolgot kell itt megnézni. Az egyik az, hogy a COVID vírussal kapcsolatos megelőzésre használt szereknek a napi fogyása vagy fogyás adatai jelentősen megnőttek. Ez sok esetben többszörösére nőtt, mint mondjuk a COVID előtti időszakban. Ezek a készítmények, ezek már sokszor mindenféle fórumon hallott C-vitamin, D-vitamin, multivitaminoknak a mennyisége abszolút többszörösére nőtt. Megjelentek új készítmények is, de kimondottan a vírus elleni védekezéssel kapcsolatban, olyan gyógynövény készítmények, amelyek korábban nem voltak a gyógyszertárak polcain.
ugye ez ennek korábban nulla fogyása volt, most pedig számottevő fogyásuk lett. Ehhez kapcsolódóan orsprék, illetve szájsprék is, illetve hát valamennyire a kézfertőtlenítőknek, illetve szájmaszkoknak a vásárlása is nagyban kapcsolódik a gyógyszertárakhoz. Tehát egy kicsit leválva a gyógyszerfogyasztásról, hogyha patikai forgalom növekedést nézünk, akkor ezek is ebbe beletartoznak. A krónikus betegeknél, akik minden hónapban megveszik a szükséges gyógyszereket, mint például a vérnyomás vagy koleszterin csökkentőt, nincs változás, ugyanazt a mennyiséget szedik, mint korábban. Az ő esetükben annyi az újdonság, hogy a 3 hónapra felírt mennyiséget egyszerre váltották ki, így itt a gyógyszertárak forgalmi értéke változott hullámzóan. A COVID terjedésével párhuzamosan azonban más gyógyszerek forgalma is nőtt. A vírus okozta megbetegedésnek a kezelésére használt gyógyszerek, ezek között nagyrészt receptköteles orvos által felírt gyógyszerekről beszélünk, ami kimondottan vírus ellenes szer, antibiotikum, mert egy ilyen jól bevált kombinációt látunk már, főleg itt a második hullámban, amit használnak, amelyeknek az előző évi forgalomhoz képest szintén többszörösére nőtt a ő fogyasztása, illetve a tünet enyhítésére, mint klasszikus megfázás elleni készítmények, illetve kiemelhető a köldés elleni készítményeknek a fogyásának a növekedése, mert ami tipikus tünete ugye a COVID-nak, ezáltal ennek is azt látjuk, hogy azért nagyobb a fogyása, mint egy normál megfázós időszakban volt az előző években. Bár felmerülhet, hogy a kialakult helyzet okozta stressz kezelésére is megugrott a gyógyszerek fogyasztása, a híradónk által megkérdezett patikus ezt nem tapasztalta. Nem emelkedett az antidepresszánsok vagy a fejfájás csillapítók kereslete. A nyugtató-altató készítmények fogyasztása bár nőtt egy kicsit, a korábbi kereslet kétszeresét sem érte el ez az emelkedés. Magyarországon 1997-től február 1-je a civilek napja. A jeles nap alkalmából 2020 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is díjazzák az oktatás, a szociális ellátás, a kultúra, a szabadidős és sportegyesületek, valamint a szakmai érdekképviseletek munkáját. Idén egy kálmánházi, egy Mária Pócsi és egy beregszászi civil kapott elismerést. A civil szervezetek tevékenysége alapköve a sikeres társadalom építésének, hangzott el a megyei civil díj átadóján. Ezek az alapítványok, egyesületek nagyrészt pályázatokból finanszírozzák működésüket. Erre forrás lehet az Európai Unió vagy a Nemzeti Civil Alapprogram, de számos más hazai pályázat is nyitott a számukra. Emellett fontos elismerni a tevékenységüket, ezért 2020-tól szakmai zsűri ítéli oda a civil díjat megyénkben. A helyben, a helyi civil életben végzett tevékenység az egyik ilyen szakmai szempont, a másik a megyei komplexitásnak a látása, a harmadik ilyen civil szektor az időbeliség, hogy azért olyan személyeket próbálunk, akik már hosszú ideje, több éve, évtizede művelik ezt a szakmát, és azt gondolom, hogy szintén fontos az, hogy ott a településen, vagy ott a térségben, köztiszteletben álló és térségileg elismert civil szervezetet és személyt díjazzunk. A térségben számos civil szervezet működik, amelyek évről évre aktívabbak. Akár a szociális életben, akár az oktatás, nevelés, képzés területén, vagy a kultúra területén, vagy a turizmus területén is. Tehát a civil szervezeteknek véleményem szerint nagyon fontos szervező szerepe van egy-egy település életében, és akár a kis településeken is, mert néha olyan feladatokat is ellátnak, amelyeket az önkormányzat nem tud olyan hatékonyan, nem tud olyan gyorsan, nem tud olyan emberközeli módon elvégezni. A helyi szervezetek mellett fontos a határon túli magyarok elismerése is. A díjakat ezért úgy osztják meg, hogy két megyei szervezet mellett egy határ mentén tevékenykedő személy is kap elismerést, ezzel erősítve a határon átnyúló kapcsolatokat. Különösen igaz ez most ebben a nehéz időkben, amikor ilyen módon megromlottak a magyar és az ukrán államközi kapcsolatok, meggyőződésem szerint nem a magyar fél hibájából, olyan méltánytalan támadások, ukránosító törekvések érik a kárpátaljai magyarságot, amelyhez az utóbbi évtizedekben, kiterjesztően mondhatom, akár még a kommunizmus utolsó éveire is nem volt rá példa. Ezért az egyik 2021-es civil díjat Marosi István, beregszászi görög katolikus áldozópap vehette át.
Az ember számára minden díj elismerés, nem kaptam még túl sokat, tehát számomra ez egy kicsikét ilyen új érzés, és kár, hogy egy személy kapta meg, de igazából az elmúlt éveknek, évtizedeknek, amit Kárpátalján dolgoztunk, annak minden munkatársa beletartozik ebbe a díjba, és hát gyakorlatilag ugye rájuk is nagy-nagy szeretettel emlékezem, most amikor megköszönöm. A Kálmán házán működő nyírségi segítőkéz alapítvány elismerő díjat kapott, melyet a szervezet képviselője vett át hétfőn délelőtt. Jelenleg ott tartunk, hogy bölcsőde működik a gyermekeknek információszolgáltatás a teleházban. Ez azt jelenti, hogy fénymásolás, nyomtatás, faxolás, és ezen túlmenően lakossági pályázatokat is írunk. Ilyen volt például a mosógépcsere pályázat, vagy a hűtőgép pályázat. Jelenleg most ugye regisztráljuk a lakosságot a COVID-oltásra. A 2021-es megyei civil díj harmadik díjazottja Vonáné Pásztor Éva, a Mária Pulcsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetője volt. Döntetlent játszott a Ferencváros otthonában a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 18. fordulójában Subka Attila együttese 1-1-re végzett a listavezetővel. A tabella harmadik helyén álló kisvárda kedden az MTK-t fogadja. Egy pontot szerzett az NB2 tavaszi nyitó fordulójában a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari hazai pályán játszott gól nélküli döntetlent a Soroksárral. Egy gólos vereséget szenvedett az Értől hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 9. fordulójában játszott mérkőzésen Bakó Botond együttese 4 perccel a lefújás előtt még 3 góllal vezetett. Végül azonban a vendégek örülhettek 22-21-es győzelmüknek. A kisvárda a hétvégén Szombathelyen lép pályára. A tabellán elfoglalt helyezések alapján kiegyenlített mérkőzésre lehetett számítani, és az első negyed óra igazolta is a várakozásokat. Sokáig fejfej mellett haladtak a csapatok, 6-6-ot követően aztán 3 góllal elléptek a vendégek. A játékrész hajrája azonban a hazaiaknak sikerült jobban, így 11-11-es állásnál vonultak pihenőre a játékosok. A második félidő derekára a kisvárda épített 3 gólos előnyt, és ezt tartotta is a végjátékig Bakó Botond együttese. Az 57. percben 21-18 volt az állás, aztán viszont már csak az érdiek találtak a kapuba. 7 másodperccel a meccs vége előtt döntetlenül időt kértek a vendégek, majd Kisvalk is 1 másodperccel a végső dudaszó előtt megszerezte csapata 22. egyben győzelmet jelentő gólját. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, nagyon rám fért, sok olyan meccsünk volt, amit a végén vagy a második félidő, második játék részébe vesztettünk el. Különböző okokból kifolyólag én nagyon örülök, én jó csapatnak tartom a Kisvárdát, őszinte leszek, azért innen pontot elvinni nem könnyű, sőt nagyon-nagyon nehéz, másoknak is borzasztóan nehéz lesz talán, hogyha egy kicsit jól belegondolok, akkor azt mondom, hogy én azért, ha lojális vagyok az X, mert nagyon-nagyon szépen küzdött mind a két csapat. Én azt mondom, hogy az X az mindenki számára talán korrekt, vagy nem is korrekt, megnyugtatóbb lett volna, de attól függetlenül nagyon örülök ennek a két pontnak, és én továbbiakban nagyon-nagyon sok sikert kívánok a Kisvárdának a bajnokságba, és biztos vagyok benne, hogy el fogják érni a célukat. A hazaiak edzője a támadó játékuk gyengeségében és a döntő pillanatokban elkövetett hibákban látta a vereség okát. Azt gondolom, hogy az utolsó 5 percben az, hogy nem tudtunk gólt lőni egyet sem, az megpecsítette a sorsunkat, és gyakorlatilag az egész mérkőzésen jellemző volt, hogy a közös labdákat nem tudtuk megszerezni, azokból rendre rosszul jöttünk ki, ráadásul ma a bal szélső pozícióban is nagyon gyenge százalékkal lőttünk, átlövők is gyakorlatilag elvétve találtak gólokat, úgyhogy a támadó játékunk az tragédia volt, azt gondolom, nem tudtuk megoldani azokat a területbontásokat, amiket elterveztünk, és a végén nem volt olyan meghatározó egyéniségünk, aki a kezébe veszi és eldönti kulcs szituációban a mérkőzést. Az NB1 tabelláját a Siófok vezeti 14 mérkőzésen szerzett 22 pontjával, megelőzve a kevesebb meccset játszó, de egyaránt 100%-os Ferencvárost is Győrt. A 6 ponttal 9. helyen álló Kisvárda Szombaton, a 4 ponttal 13. Szombathely otthonában lép pályára. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban.
Több mint 30 ezer tanuló igényelte 2020-ban a Diákhitel Pluszt, legtöbbjük azért, mert a koronavírus járvány miatt nem talált munkát. A lehetőségek a korábbiakhoz képest a negyedére csökkentek, az elmúlt évekhez képest pedig ezúttal béremelés sem következett be. A várakozások szerint a piac csak akkor állhat helyre, ha a korlátozó intézkedések feloldásával újra fellendül a vendéglátás és a turizmus. A minimálbér február 1-től esedékes 4%-os emelkedésének köszönhetően nő a gyermekgondozási díj, a diplomás gyed, a gyermekek otthongondozási díja és az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami támogatás összege is. A megemelt állami támogatások összegére kérelem nélkül automatikusan jogosulttá válnak az érintettek. Február 1-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel párrássá válik a levegő, egyes részeken köd is képződhet, csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol havas eső, illetve hózápor. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3-0 fok között alakul. Kedden napközben zsugorodik, szakadozik a felhőzet, ám egyes részeken egész nap borult maradhat az idő. Fokozatosan javulnak a látási viszonyok, számottevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2-5 fok között alakul, de a tartósan felhős részeken hidegebb is lehet az idő. A folytatásban is mozgalmas lesz időjárásunk, gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és csapadékra is több alkalommal számíthatunk. Jelentősen megenyhül az idő, a hét közepén már nagy területen 10 fok fölé melegszik fel a levegő, elsősorban a délnyugati, déli tájakon akár a 15 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.